Sziasztok! Szóval a mai napon ilyen szerelős olajcserés napot fogok tartani, és úgy gondoltam, hogy bemutatok nektek néhány szerszámot, illetve megbontunk majd olyan készleteket, ami ugye eddig még nekem nem volt megbontva, úgyhogy nekem is újdonságot fog jelenteni. A díszlet az ugye abból adódott, hogy arra gondoltam, hogy csinálunk egy olyan videót, hogy mit szerelek és mivel. Aztán elkezdtem itt a csavarhúzós, torxos készleteket is összeszedegetni, aztán rájöttem, hogy hatalmas lenne az anyag, úgyhogy egyelőre maradunk a dugó kulcsos résznél. Hát ugye bemutatom nektek azt a szerszám készletet, amivel én elkezdtem dolgozgatni, úgy 20-25 évvel ezelőtt. És ezt használtam, vettem meg. Ez az elmondások alapján, ez ugye Ausztriából származott ez a készlet, ugye az öreg Szaki, akitől megvettem, ugye felszámolta ugye a műhelyét, az nagyon jókat mondott erről a készletről. Na hát ugye erről a fémdobozos készletről van szó, és így szépen most elkezdem belőle kiszedegetni azokat a dolgokat, amiket úgy belerakosgattam, ugyanis ez a készlet, ez elkezdett egyszerűen fogyni, amikor ugye a saját terepjáromat kezdtem el szerelgetni. Na, vegyük sorba, hogy mi az, ami nagyon elfogyott. Például ugye itt van ez a hosszabbító szár, ennek lehet látni, hogy a végét, ez bizony megtekertem. És ugye itt vannak ugye a hiányos helyek, ezeket a kulcsokat, például itt van egy, ami ugye még nincs belőle kidobva, ezeket bizony megkoptattam, illetve a nagyokat, azokat eltörtem, illetve szétnyitottam. Hát, ja, mondjuk azt, hogy szerelés közben nem biztos, hogy az a legjobb, amikor a fizikai adottságaid magasabbak, vagy hát jobbak, hanem néha-néha használni kéne ugye az embernek az eszét is, ami nem mindig sikerül, hanem én is, ugye kezdetek kezdetén, ugye próbáltam előből megoldani a dolgokat. Úgyhogy ennek köszönhetően ugye ez a készlet ez már így néz ki. Ugye a racsnis része is ugye hol működik, hol nem. Ez a racsni fejrész ez például már ugye nem ehhez tartozik. Ez szépen lett már cserélve. Az érdekessége az, hogy egy ilyen eldobott, megtekert kulcsnak a fejrészét raktam át bele, ugye amit a mélytelepen találtam anno. De mondom, ez ilyen 20 évvel ezelőtti sztori lassan. Hát ugye ezeket a nagy fejeket, ezeket úgy sikerült meghajtani, hogy például erre, meg erre a hajtószára ráraktam egy 1 méteres vascsövet, és ugye próbáltam izomból megoldani ugye a lazítást. Aztán, amikor nem bírtam vele, fölhívtam egy autószerelő ismerősömet, elugrott, aztán egy kalapácsütéssel megoldotta az egyik csavart, a másikat meg egy flexel. Úgyhogy erről ennyit, hogy mit érdemes ugye erőből megoldani, meg mit érdemes máshogy. Aztán ugye a pótlások, azok ugye itt vannak, ez például egy gépi dugó kulcs. Méghozzá ugye aki ismeri, meg nem tudja elolvasni így a feliratot, az mindjárt tudja, hogy ez egy Kingtone márkájú dugó kulcs. Nem biztos, hogy jól mondtam ki, Kingtone-i. Én így hívom a műhelybe. Ugye ez a 24-es is az, csak nem gépi. Aztán itt van ugye nekem a 23-asom is. Ez már ugye másfajta, most nem is tudom, hogy multiloknak hívják-e. Annyira nem néztem utána. Aztán ugye a pótlások között van például Yokito. Ez egy piacos beszerzett darab, mégis úgy mondom, hogy egy jobb fajta minőséget képvisel. Nem úgy ugye, mint a Möller, Kraftelle, meg egyéb ilyen hajna készletek. Aztán ugye ez is Kingtone. Ugye ezeket a dolgokat, ugye ez is szintén ami darabosan lett ugye véve utólag, az mindez a Kingtone márkájú dugókulcs, illetve ugye mondom néhány Yokito van még ugye a pótlások között. Ugye ezeket darabosan meg lehet venni, hogyha valaki bemegy egy ilyen szerszámszaküzletbe, mit tudom, egy nagyobba, akkor ezekhez úgy darabosan hozzá lehet jutni.
Na, ez a csuklós, ez szintén az. Aztán persze, ugye voltak mellé fogások, ugye a piacról beszerzett dugókulcs készletek, illetve mételepi külön darabos piaci beszerzések. Hát ugye ezek a készletek ezek idővel megfogytak, ugyanis vagy hajtószár, vagy dugókulcs törés, vagy kopás, valami mindig előfordult náluk. Ugye ezeket a piaci nagyon olcsó cuccokat nem is nagyon ajánlom. Volt olyan, amiket egyébként úgy kaptam én is. Hát ezeket nem is nagyon használgatom egyébként. Néha, amikor eszembe jut, hogy elő kéne venni, meg akár ebből is el lehetne hagyni pár darabot, akkor előveszem, aztán néha tönkre is mennek. Nem is erre térünk rá, hanem rátérünk erre a hajtókarra. Ez egy Extol Craft hajtókar. És a racsni része az még úgy, ahogy működik. Néha sikerül úgy átváltani ugye a forgását, hogy hogy még utána racsnizódik. Hát ugye ezzel ennyi a probléma, hogy ez a nyíl rész ez tök hamar megadta magát. Ugye ez el is van repedve belül. Úgyhogy ez sajnos így járt, ugye ennek a racsninak ugye a pótlására vettem. Egyébként elméletileg a Kington márkájú racsnihoz lehet alkatrészeket kapni. Ugye amikor voltam benne egy ilyen szerszám szaküzletbe, elkezdtük nézegetni, meg méregetni. Nagyjából úgy tűnt, hogy egyébként lehet javítani azzal a készlettel, csak a zára miatt nem lett megvéve, ugyanis ez a kulcs az olcsóbb volt akkor. De egyébként nem vált be. Aztán ugye mindjárt megint ugrunk, ugye szintén annak a készletnek a hajtókarának ugye a pótlására vettem. Ez megint egy ilyen Kington márkájú hajtószár. Ez baromi jó. Ezt komolyan mondom, ezen is volt már ugyanúgy egy méteres cső, túlélte, meg levette azt a cuccot, amit le kellett neki venni. Úgyhogy ezt a márkát, ezt tényleg tudom ajánlani. Úgyhogy tényleg, hogyha valaki vesz ilyen olcsóbb készletet, aztán fogynak belőle a cuccok, aztán hirtelen nincs pénze megvenni egy ilyen drágább, mert ez szerintem ilyen 30-40 ezer környékén vannak ezek a készletek most. Most annyira nem nézegettem meg, de ugye darabosan is lehet ezeket kapni. Igaz, drágább, mint hogyha készletbe venni az ember, de hát ugye valamit valamiért egyszerre nem muszáj olyan hatalmas nagy összeget befektetni. Aztán ugye vannak közben ilyen speciálisabb dolgok. Most ez éppenséggel bitfej, de mindjárt mutatom, hogy mihez tartozik. Ehhez tartozik, ez is egy ilyen dugós, dugókulcshoz való fej. És bizony mind a kettő, ebből is szintén, ugye ez a Kington. Aztán van itt ilyen spéci dugókulcsom. Ez ugye az E jelzésű, az E6-os. És ez is darabosan lett véve. Na most ezen még rajt van ugye a zár. Mutatom, ez 390 forint volt, de éppen volt egy olyan csavar, amit csak ezzel lehetett levenni, úgyhogy kellett. Úgyhogy itt is az volt, hogy nem egy készletet vásároltam meg, hanem megvettem ugye darabosan. Aztán amikor meg találtam éppen ilyen készletet, akkor ugye megvettem készletbe. Ez teljesen márkátlan. Hát ugye krom vanádium van ráírva, de aztán ki tudja. Minden esetre ilyen is lett ugye a műhelyben. Aztán eljutottunk ugye a Parkside hajtókarig, ami szintén különállóként lett megvéve. Ugye ez a nagyobbik fajta hajtókar. Egyelőre működik. Racsnizódik, lehet váltani, minden jó. Sokat még nem volt használva. Ugyanis most már rájöttem arra, hogy ha valamit nagyon erőltetni kell, akkor ugye ezzel nem racsnis, hanem ugye fix hajtószárral érdemes inkább.
És ugye az az érdekessége, hogy az öcsém vett egy ilyen nagyobb készletet, mint amit most ki fogunk bontani. Abba például ugye a hajtó kard volt az, ami tönkrement. Aztán ugye mondtam neki, mondom, hogyha nem kap majd az üzletbe helyette egy másikat, mert ugye visszavitte a készletet, az ugye elővette két csavarbírt, akkor ne hagyja ott a készletet, hozzá el inkább, aztán majd veszünk hozzá egy ilyen hajtókart. Az egy baromi jó készlet egyébként, az sajnos nincs itt, azt nem tudom megmutatni, lehet, hogy majd a zöcsköstől egyszer elkérem, aztán valami videóba belefűzzük. Aztán ugye az időrendi sorrend, ez ugye picit meg lett bontva, de például van itt egy Einhell gép, ugye ezt az Einhell gépet kaptam valamelyik karácsony ide ajándékba ugye a páromtól, és itt vannak benne ezek a gépi dugókulcsok, amik ugye a sima szerelésekhez is vannak használva. Hogy nem csak ez a géphez, hanem éppen ugye a 13-os például nem pótoltam már abból a készletből, hanem közben ugye kaptam ezt, úgyhogy a 13-as dugó kulcsa az ennek van használva. Aztán itt is van ugye külön hajtószárunk, ez is egész jó bírja egyébként a gyűrődést, ugye van használva gépi módba, illetve kézi módba is. Úgyhogy ezek a dugókulcsok is egész jól használhatók. Ezek közül például még nem ment tönkre egyik se, a 13-as se, illetve a 17-es se, ami tényleg egy másik olyan gyakori dugókulcs, amit gyakran kell ugye használni. Lehet, hogy nem élesedett lelkamra, hogy annyira nem nézegetem a kijelzőt így oldalt, de higgyétek el, hogy ezek a dugókulcsok így rendben vannak. Úgyhogy ha azt nézzük, a Einhell géphez is olyan kulcsokat sikerült ugye adni, amik bírják az otthoni szerelést. Ugye azért mondom, hogy otthoni, mert ugye ez nem mindennapos használatot jelent. Aztán van nekem egy ilyen Workzone baracsnis levegős. Hát, minek mondjam. Lényegében olyan, mint egy racsnis kulcs, csak éppen levegős, hát ugye ez bent van a fóliában, nagyon sokszor bent is marad, ugyanis maga a gép az nem annyira használható, mint reméltem. Ha nem olyan erős, mondjuk lehet, hogy más levegős technikával, vagy egy nagyobb kompresszorral jobban ki lehet belőle ugye csikadni a tudást, de nekem nem sikerült. De amit ugye ebből is nagyon használnak, az a rövid hajtószár, ugye ez a hosszabbító, vagy hát nem hajtószár, hanem az a dugókulcs hosszabbító. Aztán szintén 19-es, 17-es, 13-as, illetve a 12-es. Ezek vannak azok, vagy ezek azok a dugókulcsok, amik úgy használva vannak ebből a készletből, a többi az nem annyira, de el kell mondani, hogy ezek közül sem ment még tönkre egy sem. Úgyhogy ezek is egész jó. Aztán eljutottunk egy ilyen Parkside, nem is, ez még Powerfix. Ez Powerfix készlet. És ez egy ilyen kisebb fajta készlet. És már mindjárt tudom is mutatni, hogy melyik. Ez a fajta. Na hát ennek a Powerfix dugókulcsnak az a lényege, hogy ez ilyen speciális belső kialakítású. Ugye ez megfelel ugye a 6 lapfejű csavarnak, a 12 fejű csavarnak, Torxnak. Illetve van még olyan, aminek még megfelel, de mindjárt mutatni fogom. Itt van egy ilyen bitfej. Méghozzá ez egy T40-es. És ugye annak a megfelelője ugye ez a 6 mm-es. Magyarul mondva, egy ilyen fejű csavart ezzel be lehet tekerni. Aztán mindjárt előkeresem azt a fejet, amivel nekem meggyűlt a bajom.
meg is van. Na, ezt nagy nyomatékoknál ugye nem nagyon érdemes használni, ugyanis sikerült úgy ráraknom az egyik csavar fejre, hogy ugye nem illeszkedett rá teljesen, aztán ugye a lazításhoz nagyobb nyomaték kellett, úgyhogy a csavar fejnek ugye a sarkait is megnyírta, illetve ilyen 1-2 mm-es mélységből ugye meglátszik, hogy egy picit megkopott ez a fej is, úgyhogy nem feltétlenül nagy nyomatékokhoz van kitalálva, de ez például egy univerzális fej, ugye tök jól hozzá lehet férni például ugye 6 lapfejű csavarokhoz, hogyha nincs elég helyed mozgatni már ugye a rárakásához is ugye a fejet, akkor ugye ezzel tök könnyen meg lehet oldani, meg mondom, most nem is tudom, hogy nem ezt hívják multiloknak, de nem vagyok benne biztos, illetve több gyártó többfajta megnevezést használ, úgy tudom, ehhez a fejformához. Ugye a készletnek a többi része az pedig ugye így néz ki. Ugye sok bit tartozik hozzá, hajtószár, ugye van benne egy ilyen kis mágneses hosszabbító, vagy ilyen mágneses kiszedő, nem tudom, hogy én mindig arra használom, hogyha belejtek valamit az autónak a motorterébe valahova, akkor ezzel ki tudom szedni. Ami még nekem nagyon tetszik benne, hogy ez a csavarúzó rész, az olyan kialakítású, hogy fölülről ugye van egy ilyen hajtószárhoz egy ilyen szűkítő, ezt így meg lehet fogni. Szóval tök jó, amikor nincs annyi helyet, hogy ezt megfogd, tök jól lehet használni. Ráugrunk arra a készletre, ami ennek ugye a tesója. Ez viszont ez már Parkside márkájú. Az előzőnek itt van ugye ez az adattáblája, úgyhogy ez alapján meg lehet venni. Bár ugye az szokták változtatni évek során is ezeket a számokat, úgyhogy nem biztos, hogy megbontás nélkül, nem tudom, hogy a dobozokon mi van rajt, nem biztos, hogy megbontás nélkül be tudjátok azonosítani. Aztán ez egy sima 6 lapfejű készlet, ugye ami a dugó kulcsokat illeti, aztán ugye olyan dugó kulcsok is vannak hozzá, amiben ilyen kis bitek vannak bele applikálva. Hát ugye ezzel az a baj, hogy míg az olyan fejnél, ami sima, hogy ugye meg tudod fogni vele, most pont nem egy olyat vettem ki, addig hogyha ez a fejrész az elkopik, akkor ugye kuka egybe. Aztán amíg csak a bit kopik el, addig ugye lehet cserélgetni a bitet, de egyébként az egy tök jó készlet, mert nagyon sok mindenben van, úgyhogy általában ilyen kisebb szerelésekhez használom, ugye lehet látni, hogy nem is olyan túl nagy ugye a fejrésze, ilyen pici hajtókarok vannak hozzá, pici hosszabbítók, a csavarúzó rész az pedig ugyanúgy fölülről megfogható. Ugyanúgy lehet tekerni. Ebben például van egy ilyen flexibilis szár is. Ilyen flexibilis szárom van más márkában is, annyira nem szeretem őket, mert túl nagy nyomatékot nem lehet vele átvinni. Na hát ugye emelkedő sorrendben valahogy úgy vannak ezek a dugókulcs méretek, ugye van az 1/4-es, 3/8-os, félcolos, 3/4-es, meg az 1-colos. Na és ugye az első készlet, amit megmutattam, ugye mutatom a hajtószárát, illetve az a hajtószár, ami már ugye hozzá lett véve, az ugye fémdobozos készlet, ez ugye a félcolos. És akkor mindjárt meg is mutatom a különbséget. És ugye ebből adódik, hogy ezért van ugye több készletem is. Ugye ez a félcolos. Ez a, ha jól emlékszem, 3/8-os. Ez pedig ugye az 1/4-es. Ugye az a legkisebb. Ugye ez a készlet, ez ugye a nagyon pici apróka készlet. Úgyhogy van benne például 13-as, 14-es is, de ezeket maximum akkor használom, hogyha tudom, hogy nem nagy nyomatékot kell ugye alkalmazni.
hogyha mit tudom, hogy nagyon-nagyon meg kell húzni valamit, akkor ugye a 13-asban már ugye van a félcoroshoz is fej, úgyhogy mindjárt megnézzük, de szerintem pont a 13-as az, amit például ugye az Einherből, meg ugye a Workzone-ból szoktam kiszedni, úgyhogy szerintem el is mondtam, hogy ez itt 13-as félcolos, az már ugye nem lett megvéve. Na, akkor itt van az apróka készlet, és akkor most jön egy olyan készlet, ami számomra is új lesz, elvileg ebben többfajta méret szerepel majd, meg hatszögletű lesz a fejrész. Aztán ezek vannak benne. De ez egy 94 darabos készlet. Hát gyorsan ránézek, így a papír alapján túl sok minden nincs benne egyébként, ami hiányozna az előző készletekből. Maximum annyi, hogy vannak ilyen hosszabbított dugókulcsok, és ami jó benne, hogy itt ezen a dobozon fel van tüntetve, hogy mekkora nyomatékkal lehet használni ezeket a kulcsokat, illetve mi az a nyomaték, ami nek még ugye megfelel. Mindjárt meg is mutatom, ezt kibontjuk. Kibontjuk, melyik felé tudom egyszerűbben kibontani. Nem hoztam ide semmit magammal, most ez ilyen kapizsgálós bontás lesz. Aztán puskának odalakom magam mellé, ugyanis igen, itt írja, hogy van félcolosban, aztán van ugye egynegyedesben, és itt nézegetem a hajtószárakat, ugye a nagyobbik a félcolos, vagy a kisebbik, meg az egynegyedes, ami bent van. Na, hát ez valahonnan megszökött, innen. Hát ebben ilyen szögdösös kulcsok is vannak. Ezt kérem, így néz ki. De ebben bent van ugye a félcolos hajtókar, amit mindjárt meg is nézzük, meg összehasonlítjuk, hogy nagyjából ugyanaz egyébként, ahhoz képest, mint amit külön vettem. Ugye külön darabosan vettem. Annyi különbség ugye az van, hogy az egyiken például matrica van, a másikon meg ugye bele van már az anyagba öntve. Ugye ez a márka jelzés. Ugye ez az Ovim. Na, nézzük át akkor azt a részt, hogy ugye meg van határozva, hogy mit milyen nyomatékkal lehet használni. És ugye kettőfajta nyomatékértékünk van, ez ugye a félcolos. Az egyik fajta nyomatékérték az olyan, hogy fixre bele van tolva teljesen, ugye ez a szár ugye ebbe a dugókulcsba, és így fixen nekünk 512 Nm-t bír ez a dugókulcsunk ezzel a formációval. Aztán ugye van a másik, amikor nincsen teljesen fixre beledugva, így 10%-os szögeltérést tud produkálni ez a szár ugye ebbe a dugókulcsba, és ugye így, ahogy forgatod, ilyen szögbe ugye még hozzá lehet férni a csavarhoz, ugye ez 10 fok, és így 410 Nm-t tud ez a formáció, hogy össze van ugye rakva. Na, aztán akkor átugrunk a másikra, ugye a picire. Itt a piciből van nekünk, mondjuk legyen a 10-es. Ugye itt is, hogyha teljesen bele van dugva, akkor ezzel a fajta megoldással, ezzel kellene neki tudni 62 Nm-t, és ugye itt a Nm adatokból már lehet is látni, hogy mikor érdemes ugye használni a picit, mikor a nagyot, amikor valamit nagyon feszegetni kell, akkor egyértelmű, hogy nem picivel állunk neki.
És ugye amikor úgy van bedugva, hogy 10%-os eltérést enged nekünk ez a szár, ugye a dugó kulcsrészbe, fejbe, akkor viszont 50 Nm-es nyomatékot tud maximum ez az összerakás. A dobozon még annyi van, hogy krómvanádiumból vannak benne bizonyos dolgok, például ugye a dugókulcsok, illetve ugye a hajtószár, aztán S2-es acélból pedig szerintem a bitfejek, mindjárt ránézünk, hogy írja-e külön. Külön nem írja, de egyébként ezekre a bitfejekre gondolnak, amikor ugye az S2-es acél van megadva. Ami egyébként nem egy rossz anyag. Van nála jobb, de nem egy rossz anyag. Úgyhogy szerintem én jól emlékszem, hogy 15 környékén van ez a készlet. És így adatok alapján, ugye a newtonméter adatok alapján, meg ugye az anyagnak a anyagának az alapján azt mondom, hogy ez egy jó készlet lesz megint. Bízunk benne. Azért viszonylag elég stabilan fogják egyébként a dolgokat ezek a műanyag kialakítások. Mindjárt meg is nézzük egyébként, mire számíthatunk akkor, hogyha hát mondjuk, hogy az összes többi az benn maradt, kettő kiesett, majdnem szétverte a tökömet. Fűnyíró kés cseréhez egyébként ideális megoldás, hogyha valaki benhagyja a dugókulcsot a fűbe. Na, igazából ez a kettő darab esett ki belőle, és megkockáztatom még azt is, hogy lehet, hogy nem voltak ugye a helyére tolva rendesen, ugyanis azt meg nem néztem meg előtte. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogyha most visszatologatom, hogy akkor is kiesik. Na, kérem, így nem esik ki. Úgyhogy ez a koffer kialakítás is egész jó. Aztán, amitől ugye egyedi ez a készlet, az ugye ez a hosszabbított dugókulcs. Ilyenek ugye nincsenek ugye az előzőekbe. Itt van egyébként a 232-es, ez a fémdobozos, ugye ez a régi fajta, ez pedig ugye a Parkside fajta. Na, a Parkside-nak a dugókulcs kialakítása abból a szempontból jobb, hogy ott nem teljesen sarkos, lehet látni, hogy ilyen ívelt a sarok, még ugye a régi típus az ugye sarkos. És ennek az a lényege, hogy ugye a nyomatékot nem a sarkokon viszi át a csavarra, és ezáltal ugye a csavarnak a sarkait nem nyalja le. Elméletileg ugye ez a kialakítás jobb. Mindjárt megnézünk egy Kingtont. Ez egy gépi. Remélem látszik, hogy itt is ugyanúgy nem sarkos kialakítású. Ezáltal ugye ez a jobbik fajta megoldás. Aztán gyorsan ránézünk egy Yokitóra. Yokito szintén nem sarkos. Úgyhogy ez is például egy olyan szempont, hogyha valaki akar venni ugye szerszámkészletet, hát ugye azt mondják, hogy aminek ilyen a kialakítása, az ugye jobb kialakítás ugye a nyomaték átvitel szempontjából, mint a sima sarkos dugókulcs. Aztán az, hogy mennyire fog beválni, az megint más kérdés, viszont most már én is teljesen más, hogy szerelek ugye, mint régen, ugye nem minden izomból oldok meg, mert amit, hogyha úgy látok, hogy nem sikerül megoldani, ott tényleg ott van, hogy vagy kalapálom a csavart, vagy melegítem a csavart, vagy pedig vágom a csavart. Úgyhogy a berolt csavaroknál sajnos ez a megoldás. Lényeg az, hogy lehessen kapni a cserecsavart. Na, és akkor jöjjön ugye az a dugókulcshoz való készlet, amit most vettem, ugye ez Bárdi shoppos, és illetve nem Bárdi shoppos, hanem Bárdi autóboltos. Ugye ezt főleg autószerelők használják, illetve mint például én, aki ugye a hobbival a saját autóit javítgatja. És ugye ez egy Württemberg készlet. Ugye kezdtek össze kuszálódni ugye a betűk a számba. Na hát ebbe a kék dobozba, az lényegében olajszűrő
cseréhez való szerszámok vannak, ugye ilyen harangok lesznek, és még mielőtt ugye gyors megbontom, bemutatom, hogy milyen olajszűrő leszedő cuccaim vannak. Ugye van ez a fémszalagos, ugye ez ahogy tekergetve van, ez úgy szűkül, úgyhogy többfajta olajszűrő mérethez lehet használni. Most nem tudom elmondani ugye a minimum meg a maximum méretet, mert ugye fejbe az nem maradt meg. Ebből egyébként kettő darab van, az egyiknek elszakadt ugye ez a fémszalagi az egyik csavarnál, ugye arrébb lett furva, szerintem pont ez. Ugye itt lehet látni, hogy más a híve szalagnak, mint ott. És ezáltal ugye nem minden méretű olajszűrőhöz lehet már használni. Ugye ezzel lehet lazítani, feldokni, annyi, hogy a olajszűrőnél például ilyen kis apró pöttyöket hagy, ami amúgy meg nem látható. Viszont nyomatékra húzni ezzel nem lehet. Aztán van ez a fajta, ez már nem emlékszem rá, hogy milyen márkájú. Lényeg az, hogy ez egy ilyen gumi, bőrszerű anyagból van, ilyen több szálas szövetből van. Hát ugye levételhez ez tök jó, fölrakni ezzel nem lehet, ugyanis megnyomja az olajszűrőt. Aztán ugye most jönnek ugye a harangok, illetve van még egy ilyen jató olajszűrő fogóm, ami ilyen önbálló fogó. Az a lényeg, hogy a mostani autómon ugye műanyag olajszűrő ház van, és ugye a tetején lehet látni, hogy 25 Nm-rel kellene ugye meghúzni ezt a házat. Ugye amikor olajszűrő csere van. Na most ez ugye az, amit nekem tavaly le kellett cserélni, ez helyett újat kellett venni, ugyanis a belül ez a szelep, ez nem úgy működik, ahogy kellene. És amikor ugye megvettem, 25 Nm-rel ugye az újat fel akartam rakni, és már is rámozdított erre a csavarra, úgyhogy egy millimétert láttam, hogy elmozdul a fej, utána már nem erőltettem, és ugye a 25 Nm-t nem érte el ugye a nyomatéka, úgyhogy még mielőtt tönkretettem volna, úgyhogy leálltam, úgyhogy egy picit ráhúztam ugye ezzel. De hát ugye a 25 Nm az ki tudja, hogy hol volt. Ezt a készletet elvileg ezt dugókulcsra lehet főrakni. Ugye mindjárt mutatom a nyomaték kulcsot is hozzá, ami dugó kulcs szerű kialakítással rendelkezik. És ugye ezek a harangok ezek így néznek ki. Itt van ugye meg van sarkítva, és ugye itt van a csatlakozása ugye a dugó kulcshoz. Ugye így szépen rá lehet rakni a dugó kulcsra. És mindjárt megnézzük, hogy melyik fog passzolni az én olajszűrőmhez. Na hát aztán itt van ám bőven elég sok, és meg is van ugye az a harang, ami ehhez a műanyag házhoz stimmel, és ez a készlet ez még tartalmaz egy átalakítót is, amit colos dugókulcshoz lehet használni. Ugye föl is rakjuk a colosra, fél colosra. Ajj, rajt van, és mindjárt jó ehhez is. Ugye előveszem ugye a nyomaték kulcsot. Ez egy 3/8-as nyomaték kulcs. Úgyhogy még akkor az is elképzelhető, hogy ez előbb jól mondtam. És ugye ehhez tökéletesen passzol ugye a harang. És akkor itt 25 Nm-re be kell majd állítanom. Ez egyébként 5-től 60-ig tud, és hogyha jól emlékszem, akkor már egy videóban beszéltem róla. Na, és akkor így lehet nyomatékra húzni az olajszűrő házat, mint a profik. Majdnem, mint a profik. Szóval azt tegyük hozzá, hogy én profi szerelő nem leszek szerintem sose. Igyekszem odafigyelni a dolgokra, de profi nem leszek. Na, közben megmutatom. Ez egy 14 darabos készlet. És egyébként 15.000 forintba kerül, úgyhogy ha azt nézem, hogy két olajcserét kell neki kibírni, és onnantól kezdve szerintem visszajött az ára. Sőt, nem tudom, hogy milyen árba csinálják, de szerintem 6-8.000 forint környékén biztos csinálnak egy olajcserét. Úgyhogy elméletileg annyi idő alatt visszajön az ára. Egy valamit nem látok rajta.
hogy a maximális nyomatéka az hogy alakul. Ugye nézzünk valami kis papírt, vagy bármit, amin bele van, akkor nincs benne semmi. Ugye az előbb a fólián nem láttam semmit. Ugye az a lényeg, hogy 25 Nm felett tudjon, mert ez egy ilyen ponthegesztett valami. És ugye acélból van. Úgyhogy ennyi. Aztán mindjárt mutatom a következő lehetőséget. Ez szintén ilyen hajtószárhoz csatlakoztatható. Ez ugye önbeálló. Ebben az a jó, hogy gyakorlatilag nyomaték kulcssal használva ugyanúgy nyomatékra húzható bármelyik ház. Van is hozzá szűkítő. Itt van a... Vagy hát konkrétan a nyomaték kulcsot akartam rárakni, de mindegy. Ennek úgy kéne összejönni, hogy megszorul. És úgy tudja csavarni az olajszűrőt, ugye levételnél, meg ugye ellenkező irányba átfordul, ugyanúgy ráfeszül, és ugye a másik irányba képes ugye elforgatni így az olajszűrőt. De egyébként ez sem fekszik fel úgy, mint a harang, úgyhogy szerintem a műanyag házakhoz nem biztos, hogy ez olyan tökéletes megoldás, szerintem a harang sokkal jobb. Na, szerintem ma baromi sok időt eltöltöttünk itt a dugókulcs készleteknek ugye a megnézésével, hogy például ugye Parkside-ban is milyen készletek vannak, meg hát ugye mivel dolgozgatok, még nem tudom, hogy fogom elnevezni, valahogy elnevezzük majd a videót. Minden esetre neki kell ugranom ugye az olajcserének, annak is meg kell lenni, úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nem sokára remélhetőleg jövök majd egy másik videóval. Addig meg minden jót nektek. Sziasztok!